Sziasztok! A mai videómban, vagyis hát nem ma, tehát összességében az egész videóm arról fog szólni, hogy megpróbálok az utcán élni. Tehát tegyük fel, hogy minden ellenünk szól. Elvesztettünk mindent, nincs hol élnünk, nincs családunk, nincs akihez mehetnénk, és sajnos úgy hozta a sors, hogy az utcán kell élnünk. Nem tudunk sehol menni, nincs állásunk, tehát semmink nincs, tegyük fel. Igen, ritka életszituáció, de sajnos lássuk be, hogy van ilyen sajnos a mai világban. Hajléktalanokról lesz szó, és sokat gondolkoztam rajta, hogy ezt megpróbálom megcsinálni. Tehát az a lényeg, hogy nincs nálam egy forint se, nincs nálam semmi, egyedül a kamerának lesz nálam a töltője, vagyis van nálam. Nem tudom, hogy fogom feltölteni, tehát valahol megpróbálok majd bekérezkedni, vagy nem tudom, de megpróbálok mindent rögzíteni. Az a lényeg, hogy tudjátok, hogy 2018 óta nem lehet az utcán élni, mint hajléktalan. Tehát én úgy próbálom ezt kibekkelni, hogy ne legyen semmi gond a rendőrséggel, hogy megpróbálok egy primitív, hát túlélési bunkert, vagy valami kis hajlékot készíteni. És itt vagyok a nagy erdő közelében, és éppen sétálok, hogy megfelelő helyet találjak. Tehát az lenne a lényeg, hogy nem akarok nagyon messze lenni a várostól, mivel a város jelenthető a túlélés, de viszont nem akarok a belvárosban sem egy padon, sem egy híd alatt, vagy felüljáró alá befeküdni, mert ugye rendőrséggel nem akarom, hogy bármilyen konfliktus legyen. Szóval itt fogok építeni egy hajlékot, valahol itt a nagy erdőn, tehát távol az emberektől, ne legyek szem előtt, és ez, hogy éjszaka majd ide vissza tudjak vonulni, és itt lefekszem aludni. Nem tudom, hogy mennyire tudom jól megcsinálni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a hajléktalanság, ez valamilyen szinten a túlélés egy iskolai. Tehát gondoljunk bele, hogy semmink nincs, tényleg semmink nincs, és túl kell élnünk. Ez nagyon durva, és most gondolhatjátok azt, hogy ez egy kamu lesz, majd hazamegyek, meg ilyenek, de teljesen őszinte leszek, mert egyrészt ez magamról is szól, tehát kíváncsiak arra, hogy én ebben az élethelyzetben, ebben a szituációban meg tudnám állni a helyemet, tehát képes lennék túlélni, képes lennék hajléktalanként élni. Nyilván, hogyha egy napig bírom egyik, ha kettőig, ha ötig, mikor feladom, azt is elmondom, hogy miért adom fel, ha egyáltalán feladom. Nyilván egy hét van kitűzve célnak, hát nem hiszem, egy hét az sok. Hát itt tudom én, vasárnapig, most van csütörtök, négy nap, annyit megpróbálok kihúzni, ha nem sikerül, hát akkor ennyi, úgyis el fogom mondani, hogy miért, vagy hogy mi van. Megmondom őszintén, az éjszakától kicsit félek, így most február van, február 20-a van, és kurva hideg van. Próbáltam úgy öltözni egy kicsit melegebben, meg azért ilyen csövesebben, tehát hogy azért itt ami hajléktalan nem néz ki valami elit ruhába, tehát azért látjátok, hogy így nézek ki, ahogy kinézek. És nem is az a lényeg, hogy nézek ki, hanem az a lényeg, hogy tényleg ezt az egészet, ezt végigcsináljam, megcsinálom, és vajon lehet élni, mint hajléktalan. És megmondom őszintén, megpróbálok egy kicsit kilépni a hajléktalanságból. Tehát van-e mód arra, hogy hajléktalanként is lehet munkát keresek? Tehát megpróbálok majd valami építkezésen, vagy nem tudom, valami házhoz becsengetek, kertészkedni, vagy bármi érdekel is igazából, csak hogy tényleg ki lehet ebből lépni, vagy ha nem, hát akkor nyomom az erdőben, nyomom az utcán, nem tudom még, hogy lesz, hogy alakul. Mindenki fog derülni, kicsit izgulok, kicsit félek, de megyek is és elkezdem a hajlékot építeni, mert már, hát így is nem tudom, remélem estére elkészül. Szóval elindulok és keresem a felelő helyszínt, szóval ha elkezdem építeni, vagy megtalálom megfelelő helyszínt, úgyis visszacsekkolok. Na, ahogy elkezdtem sétálni az erdőbe, keresve egy helyet, beigazolódott a félelmem. Pontosan ettől félek az erdők, ezért félek az erdőktől, mert már itt laknak. Tehát valaki pont arra a helyre szeretett volna jönni, ami nekem úgy is tetszik. Megpróbálok kicsit közelebb menni, csak
nem tudom, elég nagy tábornak tűnik itt az erdő közepén. Lehet, hogy itt rám jönnek, nincs nem semmi, hogy megvédjem magam. Bár egy hónapig egyszerűen fel vagyok készülve, mi? Szóval kicsit közelebb megyek. Megnézem, hogy mi van, meg ellesem, hátra kell esem új technikát, hogy én miből építettek, hogy építettek, szóval... Még frankó zászlójuk is van. Na mindegy. Hát nem látok mozgást, tehát nincsenek itthon. De közelebb nem megyek. Megyek más irányba, erre fel nem akarok semmit építeni, nehogy itt összetűzésbe kerüljek egy éjszaka folyamán bárkivel, vagy bármivel. Úgyhogy... szerintem tovább is állok. Sziasztok, itt vagyok a kecóba. Hideg, nagyon hideg az a baj. Át vagyok fagyva. Nem úgy működik, hogy én ezt gondoltam. Azt hiszem, hogy ez a levél takaró jól fog szigetelni és meg fog engem védeni. De, hát, sajnos nem így van. Próbálok egy ideje aludni, de olyan hideg van, hogy föld kiszínál belőlem az összes meleget. Szerintem bemegyek a városba, úgy látszik. Ez csőd. Ez csőd lett ez a bunker. És tudjátok mi a keserű valóság? Kajak szarnunk kell, ez még egy zsebkendő sincs nálam. Durva. És szerintem megyek egy padon, lefekszem. Ja, hideg van. Ez itt nem jó, túl hideg a föld, vagy holnap megpróbálom leszigetelni az alját valahogy. Erre nem számítottam, hogy ennyire hideg lesz ez a föld.
Na mindegy, hát. Elköszönök a kis kecótól. Azért nem bontom el. Hát, ha valakinek még jó szolgálatot tesz. Na szóval. Hát. Itt vagyok a városba. Most a... Mi az országos vérellátószolgálatnál járok. Hát, már most elragadott magával az érzés, ez a kilátástalanság. Érted, hogy mi lesz? Nagyon bíztam a kis bunkimba, a kis menedékembe. Hát aztán, hogy most nem tudok aludni, ez most kicsit fájó pont nekem. Abba volt minden hitem. Aztán az eső is elkezdett csapkodni. Nem tudom, már most kezd elragadni ez a pánikszerűség, hogy mi lesz, hogy lesz, hol alszom. Tehát itt lennének padok, de mivel hogy elkezdett az eső csapkodni, panon semmiképp sem akarok aludni. Vagy valami buszváró, ami fedett, vagy nem tudom még, hogy mit találok. Ej, az a bunki, az kis menedék, de kár, hogy nem lett jó, vagyis jó lett, csak hogy hideg a föld. Azt hiszem a levelek meg fognak engem védeni, tehát hogy szigetelnek annyit, hogy jó lesz, de nagyon hideg volt, annyira átfáztam, hogy mintha tényleg a föld kiszívta volna az összes, szerintem reggelig ott nem húztam volna ki, szóval valami más kell kitalálnom, valami más után kell néznem, kajakajás is vagyok, éhes vagyok, mint az álcomjas is vagyok. Fú, keményen, mint gondoltam. Még egy nap se telt el, de már durva. Na jó, megyek valamerre, ha meglelem, hogy hol fogok aludni, akkor majd visszacsekkolok. Szép jó estét kívánok, itt vagyok a Szent Anna templomnál. Még mindig nem találtam semmi helyet, hol tudnék lefeküdni, mindjárt éjfél. Kajakéhes vagyok, szomjas, fáradt. Azt szokták mondani, hogy az úrháza mindenki előtt nyitva, azért jöttem el ide, tehát zárva van ez is. Nehogy már így jó dolgom legyen. Úgyhogy nem tudom, mi lesz. Egyelőre még itt járok, szerintem csak az lesz a vége, hogy keresek egy jó kis padot. Aztán ott megpihenek, majd látjuk, hogy mi lesz. Egyelőre tényleg nincs jobb ötletem. Bejártam egész Debrecent, szó szerint, és semmi. Lehet jobb lett volna, maradok a kis menedékbe, éjszakára. Nem tudom. Pánik. Kezd úrrá lenni rajtam a pánik. Hát, kemény. Megyek, keresek egy padot, aztán lefekszek most már, mert durva. Uram, adj erőt. Ámen. Na szóval, én eddig jöttem. Itt lesz ez a kis pad. Itt lefekszem. Aztán fölösleges tovább keresnem, bókláztam, mert egyik pad sem jobb, mint a másik. Tényleg nincs már több ötletem. Itt húzom meg magam. Hát, picit zározom magam. Adjig. Lefekszem, aztán, hát nem tudom, megpróbálok aludni egy kicsit, mert elég fáradt vagyok, rengeteget sétáltam, kerestem a helyet, de semmi, úgyhogy ő lesz az a kis szépség, itt fogok lepihenni, közel távol senki, azért tudom, hogy mindjárt éjfél, mert ott a toronyóra. Mindjárt 12:30. Hát ez van. Hát reméljük nem támadnak be. Még alszom. Ha egyáltalán tudok aludni. Hát, jó éjszakát mindenkinek. Na majd reggel.